Én is tisztelettel köszöntöm a sajtó megjelent képviselőit, a szervező, a házasságkete szervezőbizottságának a nevében. Amikor 7 évvel ezelőtt ez a mozgalom indult, azt a szlogent választotta magának, hogy az elköteleződés ünnepe. Ha kimegyünk az utcára és megkérdezünk valakit, hogy mit gondol a házasságról, nem biztos, hogy azt mondja, hogy ez egy ünnep. Nagyon sokan ugyanis úgy gondolják, hogy a házasság az teher vagy nehézség, és ennek a nyomán értelmezhetőek azok a statisztikai adatok is, miszerint az elmúlt 30 évben, az elmúlt 20 évben az évenkénti házasság kötések száma 66 ezerről 36 ezerre csökkent. Igaz, az elmúlt 2 évben egy kis növekedés is tapasztalható, tehát ez a tendencia megállt. És a bizonytalan kapcsolatok, vagy a sok felbomló kapcsolatnak a személyes terhe, vagy ennek a gazdaságban is megnyilvánuló nehézsége egyre több ember figyelmét fordítja a házasság felé. És a házasság hete nemzetközi mozgalomnak az az alapvető gondolata, hogy ezek a statisztikai adatok ugyan valósak, de a házasság intézménye nincs válságban. A házasság jó dolog, és erről szeretne ez a házasság hete mozgalom szólni, és ezt a hetet egy olyan kiemelt idővé tenni, amikor a társadalom számára is a házasság értékeit, a család értékét bemutathatjuk, segíthetünk abban, hogy akik házasságra készülnek, azt hogy tegyék, és akik a házasságban problémákkal vagy nehézségekkel küzdködjenek, azoknak segítséget nyújtson valamilyen módon. Ahogy hallottuk is, a házasság szó szerint tényleg isteni ajándék. Vannak, akik szeretik a számokat. Azon túl, hogy ez az isteni ajándék jó dolog, azt lehet mondani, hogy most már sok kutatás mutatja azt, hogy a házasság, legalábbis a házasságban élő férfiak számára szó szerint életvédő. Egy 16 országot magába foglaló kutatás azt mutatta, hogy a házasságban élő férfiak egyszerűen tovább élnek. Magyarországon Kopp Mária és munkatársai által kezdődött Hungarostudy vizsgálat azt mutatta konkrétan ebben a tekintetben, hogy a házasságban élő magyar férfiak háromszor valószínűbben élik meg a 69. életévüket, mint akik egyedül élnek. Sok vizsgálat utóbbi időben azzal is foglalkozik, hogy a házasság és az együttélés vajon hogy aránylik egymáshoz arra való tekintettel, hogy melyik kapcsolatban boldogabbak vagy kiteljesedtebbek az emberek élete. A kapcsolatok stabilitására nézve ez az angol kutatás azt mondta, hogy az együttélés átlagosan össze-vissza 2 évig tart, és az együttélő pároknak csupán 4%-a van még 10 évvel később is együtt. Az együttélő pároknál sajnos gyakoribb az alkohol probléma és más függőség, mint a házasságban, és sajnos gyakoribb az együttélő pároknál a családon belüli erőszak is. A házas férfiak átlagos keresete 10-40%-kal több, mint az együttélőké. A gyermekek szempontjából egy külön tanulmányt lehetne tartani, hogy ez milyen hatással van, de a házasság szempontjából most egy adatot hadd mondjak, és aztán nem terhelem tovább adatokkal a résztvevőket. A gyermek születése az együttélő kapcsolatban a pár összetartozását gyengíti, mert ott, ahol gyermek születik, az együttélő pároknál hamarabb szűnik meg a kapcsolat. Bármilyen furcsa is, ezt az adatok így mutatták. Azonban az adatok szárazak, és igazából változást adatok kevés embernél érik el. Ezért nagyon fontos számunkra, és ez egy magyar sajátosság, hogy minden évben megkérünk egy házaspárt, akik élete a szervezőbizottság szempontjából a mi ismereteink alapján hiteles, és akik készek arra, hogy valamilyen mértékben engedjék betekinteni, engedjenek valamiféle betekintést az életünkbe. Örömmel jelenthetem, hogy idén a házaspár itt ül az asztalnál, és hamarosan szólni fognak. A házasság hete szervezőbizottsága tehát egyrészt egy központi rendezvénysorozatot rendez, amelynek alkalmainak nagy részén a házaspár arcok jelen lesznek. A programot a házassághete.hu-n
minden nap olvashatjuk. Ezen kívül összefogást szeretnénk abban is gerjeszteni, és az évek során ebben egyre nagyobb mértékben látjuk, hogy egyre többen ebben bekapcsolódnak, hogy sok helyi rendezvényt szerveznek gyülekezetek, plébániák, civil összefogással, civil szervezetek, ahol a házasság jelentőségéről van szó, ahol a házasságot ünnepelnek. Aki házasságban él, legyen ez a hét számára egy biztatás arra, hogy erősítsék meg egymás felé elkötelezettségüket, és keressenek arra alkalmat, hogy az egymás felé való szeretetüket kifejezzék. Kötelességem azt is megemlíteni, hogy nagyon sok egyirányú aktivitás van a házasság érdekében ma Magyarországon. Mi is örömmel mondhatjuk, vagy jelenthetem, hogy a Family magazinnak egy külön számát a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézetnek családbarát pályázata támogatta, és sok helyi rendezvény mögött is ilyen lehetőség is van. Ezzel is köszönettel tartozunk, és kérek is mindenkit, hogy ebben az ügyeles számból majd vigyen el magával. Én vissza is adom a szót.